Hello, sziasztok! Ismét jelentkezem egy újabb CMS videóval. Folytatjuk szépen a kört továbbra is, ugye az alapautók restaurálásával, és akkor most ebben a videóban ez az Edgewood Hellcat lesz, amit restaurálunk. Ronstelepről szereztem az autót. Ugye az előző videóban már volt szó róla, hogy ez nem egy standard version, hanem valami DPR Blaze valami. Ez gondolom ilyen drag racing valami verzió lehet, akármi tudja. Nem is érdekel igazából, ez nem is nagyon fontos információ szerintem, mert az alapverziótól nem hiszem, hogy nagyon különbözik. Annyiban különbözhet, hogy ugye itt talán másik motorral van. Na most a V8 Tucarbo HV Supercharged az viszont nálunk már egy párszor szerintem volt. Tehát én legalábbis úgy emlékszem, hogy volt. Az 1 Carbo HV is volt, a 2 Carbo HV is volt, Supercharged volt. A Hemi 426-ot ugye csináltuk azt hiszem a DLC-ben. A 440 Magnumot is, a 440 Sixpackot is, a Small Block 302-t is szerintem, és a Cobra Jet 429 az viszont szerintem nem volt. De ezeket azt hiszem végig kéne nézni, hogy akkor mi volt és mi nem. Úgyhogy először is vessünk akkor erre egy pillantást, hogy melyik motorral fogunk egyáltalán akkor neki menni ennek az autónak. Mert ugye nem, most ugye nem feltétlenül kell megtartanunk azt a motort, amit ajánl. Bár azt mondtam, hogy a restaurálós videóknál végelemében meg fogok maradni azoknál a motoroknál, amit ugye amit a játék úgymond adott az autóhoz, tehát amivel legenerálta úgymond az autót. De itt a V8-ak esetében azért egy picikét kell a változatosságnak, mondjuk azt. Szóval nézzük először, hogy a Supercharged-ot mikben volt. Most a Bolt MK4, igen, ahhoz volt lehetőség, de szerintem a Bolt Cape MK4-t azt nem azzal a motorral csináltuk végül. Vagy igen? Bazd meg, nagyon nem emlékszem már, de szerintem lehet, hogy igen. Ezért is nem akarnám ehhez adni. A többi autó viszont nem volt még, az Atlanta nem volt, a Bolt Reptilia sem volt, ugye igen, ez a Stingray, az nem volt, a Luxor Balven az éppen a listában van, úgyhogy még nem számít, a többi nem volt. Jó, nézzük a következőt, akkor volt egy 8V81 is, az egy karbos, nézzük a Goldtrail, Zephyr, Atlanta, itt is az MK4, de szerintem nézzük, Cape MK4, igen, de az mindegy, mert ugye az a Supercharged Engine-nel csináltuk. Chapman, Reptilia, Shiftain, TBX, Winchester, Edgewood, Hellcat, Wildcat, Bowen, Goldtrail, mi van még? Magnum, Zephyr megint csak. Jó, ezek között sem volt, tehát az egyedüli autó, ami volt, az még mindig a Bolt Cape MK4, de azt ugye a V8 Two Carbo HV Supercharged Engine-nel csináltuk, szóval az akkor rendben van. Mik voltak még itt? A V8 1 karbó HV biztos, hogy volt akkor, a két karbos is már úgy emlékszem csináltuk. Na nézzük a V8 Hemi 426-ot. Az egyébként egy picit ismeretlen. V8 Hemi 426. Ez, hát annak ellenére, hogy egyébként volt már. Annak ellenére, hogy volt már egyébként. Mert a, igen, látszik a Plymouth Roadrunnerhez, ugye a 426-os Hemi engine van. Defaultban, tehát biztos, hogy akkor szerintem azt az autót ezzel csináltuk, főleg azért, mert hogy ugye DLC-vel jött a motor is, talán. Ha más nem elnevezésben, most nem tudom, milyen fasznak tekeri fel, bazd meg, miközben egyébként egy szűrésen vagyok. Mindegy. Oké, akkor a 426-ot sem rakjuk bele. Plusz ugye azért akarnám mégiscsak azzal a motorral csinálni ezeket az autókat, hogy ne legyen, főleg az izomautóknál, mert hogyha én beledobok ide egy nem tudom, egy Ford Cobra Jet 429-et, ami mondjuk a gyári 500 lóerő helyett 800-ról indul, és aztán a tuningolt engine-ünk lesz bazd meg 2000 lóerő, akkor ugye a Hellcat problémánk lesz a tapadás. Csal, hogy hát nem lesz. Nem lesz tapadás. Tehát az lesz a gond, hogy nem lesz. Úgyhogy nem tudom egyelőre. Megnézzük. Megnézem ettől függetlenül a listát. Tehát akkor a 426 az volt már, ettől függetlenül. Nézzük a 440 Magnumot, az ott van mellette. Kösz. Valami hiányzik a képből. Mondjuk egy tényleges lista, hogy melyik autókhoz van alapból. Vagy ezek szerint egyikhez se. És itt 375-öt ír, hogy arról indul. Az még talán jó is lenne egyébként. Sőt, az igazából egy downgrade lenne, mert elvileg 500 lóerő, kerekítve 500-ról indul egyébként a Supercharged-os
Jó, rendben. Akkor egyelőre még azt megnézhetjük, mert úgy látszik a 440 Magnum az lehet, hogy... Tehát nekem is nem írja, szóval nem tudom, hogy egyáltalán volt-e a 440 Magnum bármelyik autóban is. És nem tudom, esetleg... De rendben, mert ez az az oldal, bár... Hát a fasz tudja. Nézzünk egy picikét a Greenhouse DLC-re. Ha betölti. Engines, igen. Tehát az Hemi 426-ot hozta be, igen. A DLC, mint új engine. A többi az elvileg csak átnevezés volt. Tehát eredetileg bent volt a játékban. Csak átnevezték a motorokat. A korrektebb megfelelőire, úgymond. Akkor ebből a szempontból szerintem a 440 Magnum az nem lehetett. A 440 Sixpack az viszont szerintem volt már. Én úgy emlékszem. Sixpack. Méghozzá... Trespasser. Ez valami variant? Aha, ez egy variant az Atlantának. Aha, oké, jó, rendben. Reptilia Ash, az megint ugye a Stingray, igen. De ez is egy variant. Érdekes, hogy ez miben különböznek? Bandit Shiv, az se volt még. De miért tekeri le, bassza meg? Vagy most meg pont, hogy a filter miatt, mert 426-ra vagyok? Keresve? Na mindegy. Aztán van itt a Roadrunner, megint. De én úgy emlékszem, szerintem a Roadrunner-t nem ezzel, tehát... Nem hiszem, hogy azzal az engine-nel csináltuk volna. Amit a, vagy lehet, hogy pont a 440 Sixpack-kel, most hirtelen nem tudom. Jó, akkor szerintem repüljünk is neki szépen. Meg is veszem akkor a motort, de ezt akkor bezárjuk, mert már 4 oldalától szerintem össze is fogja fosni magát majd itt az egész processzor már megint. Na. Ugye az előző videóban szó volt arról, még mielőtt neki kezdenék ennek, plusz egy gyors takarítás. Helyes. Na. Az előző videóban ugye szóvá tettem azt, hogy eléggé érdekes itt a rozsda ezen az autón. Mert hogy az állapot szerint, nem is ide akartam hozni cseznek, hanem ide. Mert hogy az állapota szerint ez egy 2% alvázzal rendelkezik. Tehát egy így... Ja, az összes többi egyébként, tehát az a karosszéria is 6%, a beltér 4%, tehát ez katasztrófa egyébként ez az autó teljes mértékben. Viszont ez a 2%-os alváz, az úgy, tehát így, hogy mondjam, tehát így, nem igazán látszik az a 2%. Nem igazán látszik az a 2%, úgyhogy most itt egy mosást adunk neki, külső belsőt, gyorsan. Csak hogy lássuk, hogy jelenleg azért tisztán milyen állapotban van. Aha, igen, jó. Itt azért látom, hogy cserélt ajtók voltak, első, hátsó. Oldalsó az meg elszaladt. What the hell? Ó, szóval ennyire drag racinges kár, hogy ráadásul nincsen oldalsó, tehát nincsen anyósülés és nincsen hátsó se. Hát jó. Kevesebbet kell szerelni. Szasz. Pedig egyébként van rá lehetőség, mert a hely ott van. De mégsem lehet bele venni. Szóval érdekes. Tuning alkatrész van. Oké, rendben, akkor ezeket majd megnézzük. Bár az izére nincsen szükségünk a nyitott motorháztetőre, úgyhogy ez nem valószínű, hogy kelleni fog. Mivel hát ugye nem supercharged engine trackunk bele. Szükségre. Na, ugye az igaz, hogy az egész részt alváznak tekinti, ugye itt ez is a tetőt minden, tehát ugye így amit most látunk, az teljes mértékben az alváz százalékában beleszámít. És az az érdekes, hogy itt mondjuk azért látszik azért, amennyire kell, de viszont itt semmi. Tehát ezek ilyen csak foltok. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogyha én most debug menüvel fölrakom 100-ra, mert ugye most valószínű, hogyha a debug menüt ráengedem, akkor ő föl fogja vinni a toggle rustot, ugye? Akkor most így, na. Szóval igen. Ez így most egy 1%. Tehát ezt nem értem, hogy ez így nagyon nem volt jó. Tehát most nem tudom fizikailag miért így jelenítette meg a játék. Tehát most végeredményben elvileg a 2%-ról
1%-ot vittünk csak le. Tehát mínusz 1% az közben egyébként. Egy bő 80% az autónak eltűnt. Tehát ez az igazi 1%. És akkor azt mondanám, hogy a 2% az kb. Ugyanez, csak mondjuk, nem tudom, itt még egy-két pöttyöt visszarakni. Meg a másik oldalon is. De kb. Így kellett volna kinéznie. Úgyhogy nem tudom, hogy a játék hogyan értelmezi tényleg így a textúrát, mert szerintem még talán a saját értelmezése sem helyes. Na mindegy. Szóval ez egy érdekes dolog volt, és akkor beigazolódott az a tézis, amire gondoltam, hogy kurvára nem jól jelezte itt most a játék azt, hogy tehát így rendesen vizuálisan nem jól jelezte nekem a rozsdát. És hogy ebből még bőven lehetett volna vizuálisan oda tenni egy picivel többet. Az probléma, hogy mondjuk itt nem tudom beállítani menet közben, hogy mondjuk a debug menüvel, amikor itt Tolgára azt rámegyek, mert ugye itt csak a kettő között. Ugye? Jól olvasom? Tolga, car frame, interior and body conditions, full or zero. Tehát ez a probléma. Tehát vagy 100%-osra tudom ezzel váltani, vagy hát nem nullára, hanem igazából egyre, mert ha nem tudom, 0%-ra állítja, akkor eltűnik az autó. Tehát így püty. Aztán szavaz. De 1%. És egyébként, hogyha ha nagyba számolom, akkor tényleg, tehát ez így, azok a pöttyök ott a 100%-os autóhoz képest 1% alvázja. Tehát ez így reális. Úgyhogy nagyjából így kellett volna kinéznie, és most így is megyünk neki. Tehát most, de azért röhely basszus, hogy egy 21-es játékban a játékosnak kell használnia egy debug menüt, amit egy modder készített, ahhoz, hogy egy olyan játék experience-t kapjon, amilyen szövegszinten egyébként ad a játék. Tehát én nekem kell fixelni a játékot itthon. Nem azért, tényleg szeretem a játékot, tehát egyébként tökre el vagyok vele, nem véletlen csinálom egyébként a videókat is róla, mert jó, szeretem így szerelgetni itt a játékban ugye az autókat, de ezekre gondoljunk, hogy ez megint annyi DLC már megjelent az autóhoz, annyi frissítés megjelent, és mégis van ilyen hiba most jelenleg a játékban, például ez is, hogy hiába jelezte 2%-ra az alvázt, nem volt vizuálisan 2%-os rozsda egyébként rajta. Mert és ugye most mondhatjuk azt, hogy jó, igen, azért volt az a 2%, mert össze van horpadva az egész, itt például ez is, meg minden, de egyébként a játék meg úgy van kódolva, hogy a rozsda az, ami egyébként mutatja neked az alkatrésznek az állapotát. Tehát az egy vizuális állapot jelző egyébként mindig. Tehát ez az összes CMS-ben egyébként így volt, hogyha jól tudom. De javítsatok ki, hogyha ismételten tévedek, de számomra mindig így volt, hogy mindig voltak különböző layerek a rozsda szintjén, amit alkalmazott a játék ugye egy alkatrészre, és minél rozsdása volt, annál jobban tudtam, hogy igen, az ott ránézése egy nagyjából 30%. Emlékszem, még a 18-asban is talán így dolgoztam, aztán a legtöbbször egyébként be is jött a tipp, hogy hány százalékos lehet az alkatrész, meg hogy mindenképpen cserélni kell, stb. Tehát ott megvolt. Na mindegy, menjünk tovább. Restaurálás. És megint rossz helyre viszem az autót, tehát ez hihetetlen. Ennyi autó után, és még mindig nem tudtam hozzászokni ehhez a retkes menühöz. Hát. Jó, na nézzük a motort először is. Hát mondjuk motorra nem sok mindent kell nézni. Tekintettel arra, hogy ugye ki fogjuk szépen szedni az egészet. Olajteknő nincs, úgyhogy olajat leengedni nem kell. Akkor csak a kardánt meg a sebességváltót, illetve valószínű lehet, hogy az önindító is ott van még. Azokat le kell szedni. Aztán rendben is leszünk. Mi van még? Akkor nézzük itt a fuseboxot, mert jól látom, az szinte üres. Úgyhogy ez mondjuk jó hír. Meg csak vásárolgatni kell és szétszerelni meg alig. Csak kettő részét kell leszednie. Úgyhogy ezt így meg is csináljuk gyorsan. Na, baszki. Van itt egy radiátor, amit pótolhatunk. Szélvédőmosó, amit nem fogunk feltölteni. De megvásárolni meg fogjuk, mert ugye hát az előző videóban kiderült, hogy majdnem 6000 kredites értékkel bír az a 100 kreditért vásárolt szélvédőmosó tartály. Úgyhogy megvenni megvesszük, de feltölteni nem fogjuk, mert
Az viszont teljesen felesleges. Viszont ennél az autónál le fogjuk tesztelni azt, hogy a folyadékok. Tehát, hogy tényleg egy drag résznél, vagyis nem egy drag résznél, bocsánat. Hogyha például elmegyek egy vezetésre, ugye van például a test track is például, hogy mondjuk a test trackre milyen feltételekkel engedi be az autót, illetve a dynóra milyen feltételekkel engedi be az autót. Milyen, pontosabban, bocsánat, átfogalmazom, milyen folyadék feltételek megfelelése után engedi be a dynóra, illetve egy test trackre is ugye az autót. Na, először is viszont akkor tegyük rendbe ezt a alapból nem 2%-os alvázat. Akkor a beltér az meg volt, és hogyha már tuningolunk, akkor tényleg legyen itt egy kis egyéb lehetőség is. Azt mondja, ez egy hátsó, ez megint egy első, ja nem, az csak a jobb oldali, ez meg a másik hátsó. Jó, hát meg kíváncsi ezek, hogy egyébként melyiket fogjuk ide használni a lámpák közül, majd meglátjuk. Viszont előtte egy olyat kéne még vennem, hogy egy sima tetőt, és a többi az viszont rendben lesz, mert tuningolt alkatrészünk nincs belőlük, csak egy sima motorháztető kellett a külön listából, mert hogy ugye az izét akarta, a nyitottat, de ebbe az esetben nem fogjuk használni. Legalábbis várjunk, végül melyik engine-t vesszük meg akkor? Jaj, igen, már ezt is elfelejtettem. Az jó egyébként, hogy most igen, tehát így kilóg a motor. Egyébként, de megjegyzem, erre is kellett volna gondolniuk. Ne engedje azt a motorháztetőt felrakni, amelyik a motorral nem kompatibilis. Hát basszus, kilóg a textúra alóla. Ezt nem kellett volna most engednie, hogy én felszereljem. Azt kellett volna mondania, hogy nem enged, tehát, hogy ez a motorháztető nem szerelhető fel, mert ütközik a motorblokkba. Fasz tudja, nem tudom, józan paraszti észre is meg lehetne oldani. Tehát érted? Veszel 8 tonna csirkét, nem fog beférni egy mini üzébe, fagyasztóba, érted? Tehát ez eléggé egyértelmű. És nem is fogod tudni besufnizni sehogy. Ez is ugyanaz, tehát akkor fogod tudni lecsukni azt az ajtót, hogyha még ezt a gyári motorháztetőt is fogod és kivágod ott a helyetre. Tehát ez eléggé egyértelmű. Most meg ugye ott van. Na mindegy. Ez megint egy ilyen hiba a játékban, amit szintén szerintem ezekre gondolniuk kellett volna. Főleg, hogyha már van supercharged engine, meg sima engine, meg ilyen engine, meg olyan engine, tehát ezekre mindenképpen kellene figyelni. Na mindegy. Nézzük akkor a többi alkatrészt, így menet közben, amik hiányoznak. Hát csószélvédő, de igen, az is még megvan. Csomagtartó, igen. Aztán hátsó lökhárító. Anyád. És vettem még egyet, hát persze. Mert amúgy nem a rendszámtábla volt kijelölve. Jó. Na nézzük akkor legelőször is ezt az első lámpaszettet. Van belőle egy bénk és egy cénk. Hát a B az jó el van baszva. Szó szerint B mint baszva, ugye? Mert hogy ebből a nézetből szerintem pont, hogy kifele. Tehát ezek befele néznek, ahelyett, hogy mondjuk egy picit kifele néznének. Hol van a flycam? Vagy csak én látom, mert olyan hatást keltenek? Nem, ez olyan, mint hogyha befele néznének, igen. Érdekes. Tehát olyan, mint hogyha ez a lámpaszett egyébként nem erre az oldalra kellett volna, hogy kerüljön, hanem a másik. Vagy lehet, hogy csak a kockás forma miatt, nem mindegy, nézzük meg megint itt is ezt. Ah, tehát így néznek ki a B-vel. Hát elég sovány. Nézzük a másikat. Az mondjuk nem rossz. De megnézzük azért a gyári lámpával is, hogyha már itt vagyunk. Ahogy elnézem, azt egy sima kör. Viszont a hátsó az definitely nem lesz a gyári. Jó, akkor ezt itt megnézzük a simával. És érdekes, az is egy picit befele néz. Hát ez akkor ilyen. Most viszont ezt nézem. Úgy néz ki, mint a izének, a Tony Starknak a izé vasemberes arc reaktor, geci. Hol van?
Hát ez bassza kibaszott olyan. Hallod, nem igaz. Hát akkor lehet, hogy emiatt csak úgy megtartjuk. Tiszta arc reaktor. Nem baj, jó az úgy. Jó az úgy. Hát jó, mint a gyári, azért az tény. Bár a gyári az meg jobban passzol ugye alapból az egész karosszériához. Na mindegy. Meg az alváz, vagy nem az alváz, bocsánat, a... Jajjaj, a karosszéria elemekhez. Hát szerintem akkor mégiscsak egyre ezzel megyünk, aztán ez van. Nézzük a hátsót. Ott is ugye van két lehetőségünk. De várjunk, ez most melyik volt akkor, a B vagy a C? Fuck it. Hol vannak a lámpák? Itt van. Nem, az első, a C volt akkor, igen, amit felraktunk. Aha, és itt is a, hát igen, eléggé hajazunk a C felé, bár... Ja, legyen, igen, C, az is. Legalább a kúzébe lesznek párban. Ah, jó, ez így, ja. Párban, spárban, mi? Oké. A motor egyelőre marad. Hát a gumi az basszus, azt nem tudom. Azt úgy érzékelem, hogy most slickbe vagyunk, és a hátsó is slick, úgyhogy maradhatunk is abba. És ráadásul különböző méretek, úgyhogy a hátsóban is... És ráadásul ez kisebb felni? Na várj, Rim Classic 20, igen. De szerintem kisebb felni, legalábbis én vizuálisan is kisebbnek látom. Ezt mondta Witcher is. Azt mondja, ez 20-as. Aha, igen, az első 14-es csak. Jajaja. Jó, jó. Vagy ezt legalább vizuálisan észre is lehetett venni. De a rozsda is itt, baszki, milyen? Azt a kurva. Itt viszont nagyon el van csúszva a textúra. Látszik, főleg ezen az íven. Ott nagyon el van csúszva, olyan, mint hogyha... Hát most... Remélem senki nem ebéder éppen, de olyan, mint hogyha frankon lefosták volna, és valaki jól elkente volna. De tényleg. Tehát... Tényleg valaki itt oda állt volna, és itt telibe fosta volna, mint az állat. Egy kis hagymás babután. Na jó, hát minden esetre szedjük szét szépen ezt az autót, aztán megnézzük, hogy mit tudunk kihozni ebből a csatrogányból. Azt nézem, hogy a hátsó futóműrész az megint a nagy kedvencem lesz. Nem baj, erre mondjuk számítottam egyébként, hogy ezekkel fogunk összefutni, ezek itt a régies autóknál. Nem is tudom, ez mikori volt? 70, 76-os vagy mennyit írt erre az autóra? 71, majdnem. Na ez is jó egyébként itt, ezen az egy ponton. Biztos oda fröccsen. Mikor jött a gáz? Na jó van, jó van. Jó, oké, akkor az első futómű így meg is van. Gyorsan lelopjuk a kardánt is. Ahogy látom, a kipufogó rendszer az viszont egy az egyben hiányzik, úgyhogy... hát abból is egy ideig, egy részig ideig tudunk menni, mert hogy ugye, ha másik motor teszünk bele, akkor ugye az is változhat. Önindító is hiányzik, szóval az itt lesz mit vásárolgatni még. Na jó, ideig megvesszük, aztán meglátjuk.
Bár elméletileg csak a vége, ugye az a rész változik, ami ugye csatlakozik konkrétan a motor blokkhoz. Na, itt megint egyébként egy 100%-os, ja, ez megint akkor szereztük akkor, amikor még megvolt a másik mod. És azóta bent volt a garázsban, te jó ég! Mikor volt az már? 2 hónapja? Másfél? Jó ideje volt már az. Azóta túl vagyunk egy pár autón. Arról nem is beszélve, hogy lassan tényleg elérkezünk most már a 100. autóhoz. Igen, és akkor ezt is. Hát akkor ezt viszont lehet, nem is fogom leszerelni, mert azok... Az is biztos, hogy 100-as. De milyen poénosan néz ki egyébként. Ez is így. Az a probléma egyébként, rohadjak meg, de megcsinálnám, hogy amit egyszer egy videóban említettem, ezt a hibrid autót, ilyen 50-50%-ost. De tényleg totál 50-50%-ost, úgyhogy minden alkatrészből, amiből például 2 van, abban lenne egy darab 100-as és egy darab 1%-os. A probléma az, hogy a debug menüvel sem tudom megoldani azt, tehát ahhoz mindenképpen úgy kéne, hogy valahogy többi autót szétbontani, és akkor ott keresgélni a megfelelő alkatrészt, ez kibaszott nagy challenge lenne egyébként. És megcsinálja azt, hogy tényleg feles be az egészet. Mert itt is például milyen pofás volt az, hogy itt volt a 100%-os alkatrész, mellette meg a rohadt rozsdás szét rohadt fos. Nem tudom máshogy fogalmazni már. Ebből is itt is van 2 alkatrész, az egyiket 100-asra, a másikat 1%-ra. És az a baj, hogy nem tudom megcsinálni, mert a debug menü az ugye az egész autóra használható csak, és az is csak az alvázra, tehát ugye ott bár azt hiszem van egy olyan menüpont lehetőség, hogy ami javít mindent. Tehát elméletileg azt meg tudnám csinálni elvileg, hogyha mondjuk 2 autóból csinálok egy olyat, hogy az egyiket megjavítom 100%-ra a debug menüvel, a másikat meg pont hogy lerontani teljesen ugye nullára, és akkor szétbontanám és úgy szerelnék össze egyet, ami pont ilyen fele-fele. Elméletileg lehetséges lenne debug menüvel, bár nem próbáltam még, mert hogy ugye ezzel a moddal elvileg hol is van? Igen, ez a tune, ez ugye tuningolás. Ez is ugye, azt hiszem ez a gomb ugye azt csinálja, hogy egy alapmotornak az alkatrészeit cseréli le, ugye tuningolt alkatrészekre elvileg. Plusz ugye a féket, tehát a féktárcsát. Ja, csak a féktárcsát, mert azt hiszem ott van a fékrendszeren, csak a féktárcsa az, ami tuning alkatrész. Lehet, ugye? Annak ellenére, hogy igen, ott vannak a tuning fékbetétek, meg a tuning izék, mi az? Úgy az egész tuning fékrendszer, meg ilyenek, ugye Sparko, meg stb. Brembo, ezek. Aztán ugye azt nem kaptunk a játékba, moddal lehetne, de próbáltuk már, csak a textúra nagyon, nagyon szar volt egyébként számomra. Olyan kicsit minőségtelen volt. Na és igen, itt van a Set Max Quality, ez ugye az, hogy 3 csillagosra csináljuk, ez csak az, hogy vizsgálja az autó alkatrészeket, az összeset. És itt van a Repair, azaz. Na most ez, igen, ez a probléma, hogy itt azt írja, hogy Repair Everything 100%. És hát ugye, itt ez a problémám, hogy mi van akkor, hogyha még egyszer rányomok és nem csinál semmit. Ezt is letesztelhetjük majd valamelyik autónál, csak az is olyan lesz majd, hogy egy, vagy akár majd itt is. Az Edgewood Hellcat-nél megpróbáljuk. Bár az poén lesz, hogy most restaurálom, és a játék végén meg hirtelen visszarontom az egészet. De az a probléma, hogy szerintem itt nem biztos, hogy fog váltogatni. Tehát az is lehet, hogy ez csak fixen egy irányú gomb, hogy csak megjavít. És rontani meg nem fog, úgy mint a Toggle Rest, mert ez a Toggle ugye egy írja is, hogy full or zero. Ugye nem, tehát nem mindegy. A Dust az ugye teljesen más, ez csak a por. A Dent az meg ugye a sérülések a karosszérián, meg az alvázon. Ugye az ilyen horpadás, stb. Tehát ugye az megint nem lenne hatással az autóalkatrészekre. Úgyhogy egyelőre nem igazán találtam meg erre a lehetőséget, legalábbis a demo menüben nem. Úgyhogy ja, ezek csak unlockolók ráadásul.
Ezeket sem értem, hogy itt még egyéb gombok, hogy például ez is ez az autoning pass, hogy ugye leírásából nem igazán tudom. Ez is ad autoning body parts. Every single of them, just don't do it. Nem tudom. Lehet, hogy itt a mod menünél meg is kéne olvasnom ezt az egészet, hogy pontosan BPS. Tehát ugye az egyes gombok mit is csinálnak pontosan, főleg ezeknél. Úgyhogy a többi az meg... Hát sajnos nem az, amit keresek. Na mindegy. Menjünk tovább. Jó, megcsináljuk akkor a futóművet megint, teljesen. Mennyire lehet. Aztán utána külön a motort. A motort még nem vettük meg, ugye? Ja, és akkor ugye azt beszéltük, hogy akkor a 440 six-pack lesz, ugye? Mert azt hiszem az volt a legnagyobb teljesítmény, hogy gyorsan még egyszer megnézem. Nem tudom, így megtalálom-e azt az egy darab linket? Nagyon jó. Ugye 390-es, igen, jó. Oké, akkor a 440 six-pack lesz az, amit megveszünk. Ezt gyorsan meg is veszem, hogy el ne felejtsük. Hoppá. Közben a kerekeket is összedobjuk. Ez mondjuk jó hír egyébként, hogy a gyárilag stick gumival van. Hát ez látszik is, mert ugye ez egy nem a standard verzió, hanem variant, úgyhogy várható is volt, hogy egy picikét egyéni gumi van az egész autón. Hát egy jobb tapadás érdekében mindenképpen szükség van erre. És akkor az utolsó is megvan. Aztán gyorsan összedobjuk akkor ezt a hátsót. Na. És amikor ilyen 1 mm-t nem teker be és ott marad, fú, azt úgy... Franc. Akkor ide ugye a szélesebb kell, tehát a 265-ösre. Jaj, menj már! És akkor most megint ugrált ahhoz a poda. Pedig úgy emlékeztem, hogy megvettem kettőt belőle. És akkor a 265-ös, igen. És akkor jöhet is az első rész még.
Jó. Na, oké, a futómű rendben van. Karosszéria rendben, beltér rendben, akkor jöhet a motor. Csak ki kéne szedni helyéről. És akkor jöhetünk szerelni az újat. Jaj, mire megtalálom? 440 sixpack, azt mondja, ugye? V8. Emi hacket, igen, az nem jó nekünk. Ez is 426 séker, hogy ez is melyik autóhoz, basszus, ezt most megnézem, ezt most látom életem először ezt a motort, ezt a sékert, mi a franc ez? Ez melyikhez van? V8 426 séker? Azaz, V8 Hemi 426 séker. Timár Barakuda. Érdekes. Hát igen, ugye ettől függetlenül, hogy ismeretlen volt a neve, de igaz, ez volt a Plymouth Barracuda autónál is ezt a motort is csináltuk, úgyhogy ez teljesen rendben van, semmi probléma. Na, viszont keressük meg azt, ami nekünk kell. V8, 444, 440, bocsánat, 440 sixpack. Igen, ez az, ami nekünk kell. Szépen össze is dobjuk. Ó, már megint az a Bloom Buzz meg. Á, kész. Ezt a szar részt itt az elején már meg is csinálom, még mielőtt véletlen felszerelném oda azért a szívócsonkot vagy valamit, ami éppen oda kell, vagy a hengerfejet, nem tudom, valamelyik részt. Aztán utána nem tudom felrakni rá normálisan a klippeket. Jó, akkor ezeket is felrakjuk, ha már itt vagyunk. Vízpumpa is, meg azt hiszem, hogy ide lesz megint ventilátor, úgyhogy az is majd jönni fog. Jó. Másik irány, másik irány. Úgy, hogy... Csak dobjuk szépen a kuplung részt. Aztán jöhetnek a dugattyúk. Hát számítottam rá, hogy itt azért szép nagy csavarok lesznek, és nem pedig kicsivel oldják meg az egésznek a szerelését, legalábbis így a játékban. Érdekes, na most erre kíváncsi vagyok, ha jól láttam, akkor a gyertyákat csak azután engedte szerelni, miután felraktam a ki... Ja nem, jó, oké. Azért mondom. Azért fura lett volna, hogy... Bár... Még nem értettem volna a logikát mellett, az, vagy mögötte, az biztos. Úgyhogy csak akkor lehetett volna a gyertyákat felszerelni, hogyha már a kifogó ömlőt felraktuk. Mert hát ugye nincs
nem ütköznek. Sőt, igazából szerintem pont fordítva kéne, hogy először a gyertyákat, és utána inkább a leömlőt, de így is jó. Na, és akkor jöhetnek egyenként a szelepem előrudak. Viszont ahogy elnézem, azok nem egyenként lesznek rögzítve, ugyanis ide most nem adott ki semmit. Szerintem ez megint ilyen csoportosan lesz. Egy valamivel rögzítve. Aha, nagyon jó, nagyon szép. Három darab szép nagy csavarral az egész, és jöhet is rá a fedél. És ugyanezt megcsináljuk ezen az oldalon is. Csak olyan kurva messze vagyok, hogy lehetetlen kijelölni. Na így talán végre lehet szerelni is. Mert látom is azt a retkes alkatrészt, és legalább nem vakítja szét a szememet a Bloom effekt. Érdekes tényleg, hogy bizonyos esetekben hogyan csinálták meg a játékot. Az előző autónál, ugye ennél a Luxor Baronnál, ahol a szívócsonkot szereltük, azt hiszem 4 csavarral volt oldalanként rögzítve, vagy talán lehet, hogy 5-tel oldalanként, már nem is emlékszem. Itt meg megvan oldva 4-jel, pedig 2-szer akkora a teljesítménye a motornak alapból. Tehát legalábbis, hogyha jól emlékszem, bár nem, most hirtelen nem is ugrik be, hogy végül hány lóerős lett az a motor, amit ugye annál az előzőnél csináltunk, mondjuk azért nem 2-szer annyi, de azért ott is volt lóerő. Itt meg egy picivel még talán több is van, úgyhogy hát nem tudom. Itt több csavarra számítok néha, és aztán így jön a meglepetés, hogy ha csak 4. Na jó, rendben. Kész van a motor egyelőre, úgy látom, legalábbis kábel megvan, igen. Szépen össze-vissza. Keresztül a izén szinte. A fedélnél. Még szerencsé, hogy a izére az olajsapkára nem megy rá. Jó, nem látok hiányzó alkatrészt a motorból, úgyhogy meglátjuk. Installáljuk, mint egy Windows szoftvert, aztán szevasz. Ja, ez power steering az hiányzik. Jó, oké, a leömlőt azt nem tudjuk még, meg azt sem. Egyre tölteni sem töltök semmit. Ugye folyadékot, mert direkt ugye kíváncsiak vagyunk, hogy mennyi minden kell ahhoz, hogy ugye normálisan nem indítsuk. Hát persze, minden is hiányzik. Jó, rendben. Így szerintem akkor alkatrésze szinte mindenünk megvan. A faszt, de hogy vagyunk meg? Mi van? Steering wheel? No, 1%? Hát... Miről beszél ez? Hát de akkor az ott mi neked, baszki? Mi a fasz? Ezt most nem vagy visszaraktam volna a izét, a szart, nem áll. Nem létezik. Egy bazd meg, de visszaraktam a szart. Hogy a francba raktam vissza a szart egyébként, azt valaki mondja már meg. Na, ez érdekes. Jó, oké. Never mind. Fixeltük, semmi probléma. Most már remélhetőleg akkor. Hát azért még mindig egy két dolog hiányzik. Egy... motorháztető az oké. Spring plate. Ó, igen, igen. Yeah, már megvan. Got it. Yep. Oké. Totál kiment a fejemből. Oké, mindig. Mindig.
Na most már biztos, hogy minden 100%-os. Motorháztetőn kívül, de az még ugye időzőben hátra volt. Motorblokk miatt. Most már elvileg rá kéne, hogy tudjuk tenni, annélkül, hogy... Ja, bármennyi is átjönne. Oké. Okay. Színben szerintem nem fog változtatni egyébként az autón. Nekem is nem tervezem, de majd attól függ, nem tudom, hogy lesz-e majd trisza vagy valami. Mondjuk egy dupla csík vagy ilyesmi, hát azért arra számítok. Legalább az legyen. Vagy valami, de ugye kiderül. Na, van valami. Hát majdnem, igen, igen, ez egy ilyen szokványos. Egy-két esetben láthattuk, dupla csík, köszönjük, bár ez egy csak szürke, kérek egy fehéret és egy feketét. Fekete az már van. Ez mi? Ó! Oh! Kaptuk egy helketet. Érdekes. Jó, hogy tényleg, hát arról még nem is beszéltünk, hogy egyébként ez mi a való életi megfelelője egyébként ennek az autónak. Ugye reggel először én arra tippeltem, hogy valami Chevy lehet, valami Chevrolet, vagy esetleg egy Ford, vagy valami. Nem, ez egy Oldsmobile. Egy Oldsmobile, mindjárt mondom is, hogy mennyi. Na most ez a Hellcat-es, ez itt van, ez nagyon jó, de nekünk ez nem kell, hanem inkább akkor ez a dupla feketés, ez jól jönne. És, hát... így, igen, köszike, ezzel már jobban nézel ki. Felni szép fekete, ez így, ezt így el is fogadom. Szóval igen, tehát elméletileg, aztán ha jól tudom, akkor vágólapon is van a neve. Fejben nem tudom már. Nem, nincs vágólapon. Ó, az istenit. Akkor nézzük meg. Edge, Wood, Hellcat, ugye, baszki ez a Hellcat, mindig. Elfelejtem a dolgokat, igen, ez a Hellcat. Nézzük, hogy a CMS mit ír. Hogy miről van mintázva. Based on the 3. generációs Oldsmobile Cutlass. Amit 1970-ben mutattak be. Mindjárt kiderül, hogy mennyire van igaza. És majd mindjárt meg is nézem azt is, hogy a Quality of Life mod is ugyanezt írja ezt az autót. Hát, Cutlass Supreme, ez mondjuk ez megint egy nem az eredeti. Ez meg itt teljes mértékben más. Oldsmobile Cutlass. Valamennyire hasonlít rá egyébként, az tény. De az orra az olyan... az nagyon szoszó. Ez meg főleg nem, ez nem is tudom minek adja ki. Úgyhogy most megnézem gyorsan, hogy a... Quality of Life mod az mit ír. Na hát meglepetés egyébként, hogy a Quality of Life mod a... egyébként pont az Oldsmobile Cutlass Supreme-et írja. Tehát pont ezt. Ami érdekes, bár ez 84-es. Attól lehet, hogy be kéne írni rendesen ugye az évszámot is. Ez 71-es. Hát igen. Szó. Bár nem tudom, nem. Én úgy látom, hogy ennek hosszabb a segge, és ugye nincs annyira... De lehet, hogy csak a kép más. Minden esetre elméletileg erre hasonlít a legjobban, szóval... Nem tudom, nem annyira látom bennük a hasonlóságot. Az elejében igen, de a hátsó részben nem. Tehát ott nagyon nem látom a hasonlóságot, bár az is lehet, hogy csak azért, mert olyan nézőpontból van, ami ugye ilyen fél oldalt mindig. Na, itt van egy oldali arra. De hát az ki oldali ányúban is egyleg egy, hogy ez hosszított segg. Most, hogyha megnézem a miénket, ez teljesen más. Tehát ez az a tipikus lejtős segg. Ez viszont kockásabb, téglalaposabb. Tehát azért én inkább azt mondanám, amire jobban hasonlít, még talán, az ugye az a Chevy Nova megint. Nem tudom, itt van például egy old, hát ez is, na látjátok? Tehát ez például szintén ez a szépen egyenesen lejtős segg. Tehát egy ilyen seggű autó azért az azért jobb. A Chevy Novát mondjuk azért nem venném erre az autóra,
maximum ugye a seggében, mert ugye az eleje az viszont teljesen más. Bocs, ez itt ráadásul Nova SS. Úgyhogy ja, ráadásul ezek ugye egy lámpásak. Mármint oldal, egy oldalon egy. Itt meg ugye kettő van. Tehát annyiban nem hasonlít. Az eleje az nem, az általános forma igen, illetve a segge az azért jobban. Tehát ez is igaz, tehát nem probléma egyébként az, hogyha több autóból tesznek össze egyet, hát lásd GTA, ott is miket mixelnek, ugye ott van a Kuruma például, ami elsősorban ugye egy Mitsubishi Evo 10, de az eleje az például, vagy talán a seggén volt, ami inkább egy Subaru Impreza, VRX Impreza, tehát ugye ott is mixelnek egyértelműen a GTA-ba, főleg, mert hogy ugye ott a jogdíjak, stb., hogy semmiféleképpen se lehessen belekötni egy adott autóba. Bár az a Patriot az még mindig egy eléggé egyértelműen Hummer, tehát ott még a lámpák is egyeznek szinte, szóval csoda, hogy a Hummer nem kötött beléjük. Tehát mindegy. Na, ettől függetlenül a festés az így rendben is van, úgyhogy mehetünk a dyno-ra. Nézzük, hogy akkor engedi-e, vagy sem a dolgokat. De alapból szokásosokat, azokat megcsináljuk. Hát ezt akkor 85-re... Várjál, nem nyílsz ki a 97, hát akkor 87-en maradjunk ezeken a 10-es differenciákon. Ami eddig szokott lenni. Hoppá, sikerült arrébb húzni. Mennyi volt? 76. Jó. És ez akkor van egy pár karburátor, amivel itt játszadozni lehet, szintén. Nézzük egy, van valahol itt egy pár, nagyon jó. Itt egy pár. Csak egy picikét, fölfele kellene vinni, nem, lefele kéne vinni. Illetve akkor a harmadik darabnál nézzük, van-e valahol egy pár. Van itt egy kettes, itt egy egyes. Akkor ezeket fölfele egyet, meg még egyet. Nagyon jó. Na, és akkor most elvileg ugye semmi sincs feltöltve, tehát olaj benne nincs. Az mindenképpen amiatt sírni fog. Igen. Az olajat azt mindenképpen meg kell csinálni. Anyád, hova mész? Ide. Köszönöm. Eset még, talán még a szervó kormány, szervóolaj, az talán még nem, annélkül talán még engedni fogja. Szerintem az mondjuk nem feltétlenül szükséges, talán itt, mert ugye nem kormányzod az autót, de ettől függetlenül szerintem az is egy szükséges. Na igen, olajra már engedi is. Ennyi kell neki. Hűtőfolyadék meg kinek kell végül is. Nem lesz maximálisítmény az autó egyébként egy dynón, és nem. Nem fog felforrósodni végül is. Á. Na, majdnem 700 dollárról lett egyébként a teljesítményünk. Kíváncsi leszek egyébként, tényleg erre is. 692 lóerő lett itt most a teljesítmény. Jó, kerekítsük 700-ra, de azért, hogy a pontosak akarunk lenni, akkor 692. Egyébként A kategória 636 lett, ami eléggé szép. Na már most. Általános szabály az, ugye autóknál is, szerintem ez mindenki tudja, már kiskorunktól tudjuk, hogy ugye az üzemi hőmérséklet azért az egy fontos dolog. Ugye Kresszben is ezt oktatják, ezzel üzemi hőmérsékleten kell működtetni az autót. Ugye ezért is van az, hogy ugye főleg télen elindítod az autót, nem tesz jót az autónak az, hogy amint elindítod, már mész is vele, full teljesítmény, halod, tényleg padlógás, stb. Ugye meg kell hagyni neki ugye a motornak, hogy fölmelegedjen, és aztán ugye a fordulatot, ugye indításkor fordulat az ugye magasabb számon megy, ez kapásból ugye a motorvezérlő, meg ugye hát az autókomputer ugye vezérli, magasabb fordulaton ugye pörgeti a motort, hogy minél hamarabb elérje az üzemi hőmérsékletet ugye a motor. És utána visszacsökkenti ugye a fordulatot szépen egy, hát egy ilyen 700-800 RPM, talán általában azt hiszem, az szokott lenni, esetenként 1000. Ugye ez attól függ, hogy a lóerő is,
Tolóerőfüggő, meg ugye motorfüggő. Nem tudom, hogy a V8-asok hogyan vannak. Nálam például ugye a saját autónál az például úgy van, hogy ilyen 1300-1200-ra viszi föl hidegben, főleg télen, tehát ez tényleg ilyen télen nagyon fölviszi, és aztán utána ilyen 600-700-800 környékére esik vissza. Olyan 700, amit szoktam nagyjából látni. Ugye pontosat nem tudunk, mert hát ugye csak a kis mutató van, ami meg ugye pontos értéket ugye nem mutat, csak úgy nagyjából lehet meg satszolni kb. A műszerfali érték alapján. Viszont ugye a megfelelő hűtés is azért egy fontos dolog, hogy ne melegedjen túl a motor. Úgyhogy nem tudom, én speciál szerintem itt, ugye most futott 692 lóerőben, alapból szerintem mondjuk a megfelelő hűtés, itt ugye az a probléma, hogy a hűtőt lehet, hogy azért nem kéri, mert ugye a hűtő is ebben az esetben úgy fog, maga a radiátor ugye úgy hűl, hogy a menetszél. A menetszél az, ami elsősorban hűti. Persze itt van egy ventilátor, ami ugye úgymond keresztül tudja szívni a levegőt, és egyben hűteni ugye a hűtővizet. De igazából itt ennél mondjuk annyi mázli van, hogy maga a hűtőventilátor is hűti az autót, függetlenül attól, hogy most a hűtő, tehát a radiátor meg van-e töltve a hűtőfolyadéka, vagy sem. Mert ugye a léghűtés az akkor is érvényes, ugyanúgy, mint egy számítógépbe. Ugye ugyanúgy érvényes, bár nem annyira effektív. Mert ugye nem a hűvös levegőt kapja, hanem mondjuk egy szobahőmérsékletet, vagy valami, mert például egy ilyen dynóba, ugye egyértelmű szobahőmérséklet van. Tehát egy 20 plusz fok, ugye? De ha például mínusz van kint, akkor egyértelmű, hogy még a radiátor plusz hűtés az kurva jó hűtést ad egyébként az autónak. Na mindegy, az biztos, hogy szerintem, hogyha feltöltjük, nem fog teljesítménynövekedés mutatkozni. Tehát ugye 692 lóerő volt, ugye? Ha jól számoltam, ha jól néztük. De ugye meg is tudjuk nézni egyébként ugye a listában. Hol is van? Igen, 692-ja. Számítottam is, nem változott semmit, 692, ugyanúgy és 635. Igen, egyébként ez... Pedig egyébként... Jó, a dyno az is igaz. Ugye ott van még a böhöm nagy ventilátor, ami még pluszba egyébként hűti az egészet, szóval... Azért ez is van benne valami. Ugye a ventilátorok is azt próbálják imitálni, ugye a menetszelet próbálják ugye imitálni, és így hűteni az autót. Azt nem tudom mondjuk, hogy egy effektívebb hűtés az mennyivel növelheti esetleg egy autó teljesítményét, bár szerintem nem valószínű, hogy nagyon sokkal. Illetve itt ugye a motorvezérlő az, ami talán eldönteni itt. Csak hát egy ilyen autóban például most így nincs is itt jelenleg, tehát ugye bár alapból egy valamilyen rendszer azért van beleépítve, hogy azért tudja, hogyan működjön. Legalábbis ez tippelhető. Minimális valami van bele rakva, bár nagyon régi az autó, úgyhogy nem valószínű, hogy bármilyen vezérlő lenne benne. A más kérdés, hogy manapság már lehetne esetleg belerakni, tehát ja. De akkoriban, tehát most, hogyha tényleg a 71-es időszakot nézzük, akkor biztos, hogy nem. Tehát ott tuti, hogy nem volt szerintem nagyon ilyen vezérlő. Na most a szervó az megint, hát ugye fékfolyadék, az ja. Az most érdekes. Tehát azt tudjuk már, hogy a dynóra elég az olaj, semmi más nem kell. Annyit csinálunk még most. A hűtőfolyadékot az szerintem... Sőt, a hűtőfolyadék nélkül már egyszer próbáltam menni a mapre. Tehát ugye test trackre például, és nem engedte az autót. Úgyhogy nézzük meg most, fékfolyadék nélkül, illetve szervó folyadék nélkül engede. Nem, fékfolyadék nélkül nem enged például, szóval arra mindenképpen kell. Töltést.
És igen. Szervó nélkül sem. Na, légy szíves. Szervó folyadék nélkül sem engedik ki az autót ugye vezetésre. És hát ez egyébként teljes mértékben logikus. Na, úgyhogy ez van. Na, először is akkor menjünk szépen egy Workshop Maps-es végsebességtesztet. Dragre most már egyre kevesebbet fogok egyébként járni, mert a stabilitását az autónak úgyis meg tudjuk nézni itt is. Aztán ha probléma van, akkor úgyis megcsináljuk. Ja, jó alacsony a fordulatszám egyébként. Alig 5500-as. Aha, 5500-nál maxol kb. Viszont nagyon szépen húzza még 6-osban is. Stabilan fel, megy fel már 300 km per óra. 8-asra mondjuk nem valószínű, hogy szükség lesz, ezt már innen látom. 305. Na jó, nézzük azt a 7-est. Aha, ott még van benne egy kicsi. Ja, 330-ra föl tudja húzni, vajon? Az biztos, hogy a 8-ast most hozzáadnék, vagy váltanék rá, akkor már tudja, hogy lassítanánk. 25. Nem lesz meg a 330. Esélytelen. Már kapásból azért sem, mert mindjárt elfogy a pálya. És 3.25-nél eléggé maxolt. Kereken 5000-es fordulaton. Egyébként ez így teljesen tökéletes szerintem. Azt mondanám, még utazó sebesség is. Még fogyasztásban is rendben van, bár mondjuk 5000-es fordulatnál. Azért a fogyasztás az... 20 liter? Fasz tudja. Jó van, hát ez 3.25-nél maxolt. Nem baj, ezt én így teljes mértékben el tudom fogadni. Egyébként 10/10-es volt ez az autó is. Motor is. Úgyhogy meg is nézzük gyorsan, hogy mennyiért fog elmenni ez az autó. Állatira nem emlékszem, hogy mennyiért vettem már. Halványlila tippem sincs. Úgyhogy az még számomra is meglepetés lesz majd. Hát azért festés is látszódjon már meg ott. Szépen, most bezzeg tükröződhet az a napfény, most el is várom tőle, hogy tükröződjön. Jó. Na nézzük, mennyiért megy el. Edgewood Hellcat, roncstelepről szereztem ezt az autót is. Fú, hogy 10-esért vettem, azt a kurva. És majdnem 10-szer annyiért megy el, szóval egyébként eléggé rendben van. 9000-ért vettük, 9800 és 93000-ért megy el. Én elfogadom. Nem is gondolkozok rajta többet, teljes mértékben elfogadom az ajánlatot, úgy ahogy van, jó is. Na hát itt van nekünk a következő autónak egy Hinata Moon, ugye? Na, közben ha már ide jöttünk, akkor ezeket el is adom. Jó. Igen, egy Hinata Moon MK2, ami pontosan nem is tudom, hogy ez is Mitsubishi Eclipse MK4 talán? Mert hogyha jól emlékszem, akkor az eredeti... Ami a játékban Hinata Moon MK1. Na várjatok. Mivel itt szórakozunk ezzel, így lehívom akkor az eredetit, ami nekem még megvan. Legalábbis igen, úgy emlékszem, hogy ez még megvolt. A jó kis halálos iramban Eclipse. És ugye ezt tudjuk venni alapul, mert hogyha jól emlékszem, akkor ez az MK1-es, tehát a real... nem. Na jó, ennek utána kell néznem, mert nagyon nem emlékszem rá, hogy pontosan hogyan is volt. Ugye ez egy overkill lett, ezt nem tudom egyébként miért ilyen. Ez a 999-es drag ratinges ilyen. Tehát a Factory i4 DOHC 4x4-nek 878 lóerő valamiért a gyári teljesítménye.
és 1905-re jött ki a tuningolt, tehát ez beteg tuning lett az, amit erre az i4 DOHC 4x4-esre adott. De, mivel ez mind a kettő ugyanaz, a gyártmányú és típusú autó, tehát ugye ugyanaz a gyártás, vagy gyártóna, ugye hát egy Mitsubishi Eclipse, így kíváncsi vagyok, hogy itt például lesz-e i4, hát ez a baj, hogy ugyanazt a 4x4-est azt nem fogja megkapni sajnos. Ami viszont érdekelne engem, hogy... Aha, de ez viszont négy kerekes, igen. Ez rendesen meg van csinálva. Jó. Legalább az tény, hát alapautó legyen is rendesen megcsinálva. De nézzétek, itt például i4 DOHC BFM, teljesen másik engine, és 279-ről indul. Szóval kíváncsi leszek, hogy itt is mit fogunk kihozni. Az más kérdés, hogy egyébként a BFM motor is már volt korábban, de igazából szerintem az összes i4 és i3-as korábban már volt. Úgyhogy itt megint szerintem majd az alapmotorra fogunk tovább menni. Összehasonlítani egyébként a két autót nem fogom, csak annyiban, hogy pontosan tudjam, hogy most melyik MK melyik. Mert ugye össze-vissza van, mert a játékban ugye ez itt például az MK2, az Eclipse az az MK1. De való életben meg lehet, hogy úgy van, hogy az MK1-es Eclipse az az MK3, és ugye az MK2-es, amit most fogunk csinálni, az pedig az MK4 már ugye real life-ban. De nem vagyok benne biztos, hogy így volt, ennek azért picit utána kell olvasnom, hogy jó infom legyen. Azt tudom, hogy az Eclipse-et, amikor csináltam ugye róla a videót, akkor abban már felírtam, úgyhogy onnan tudni fogom. Egyébként csak annyit kell megnézni, onnan tudni fogom az egészet, de egyre akkor ez lesz a következő videóban. Ez az Eclipse MK2, vagy hát, bocsánat, nyitott a Moon MK2, és egyébként meg egy Mitsubishi Eclipse ez is. És érdekes, ez sem standard version, hanem valami Mangetsu. Egy Mangetsu verzió, hát nagyon jó. 13%-os alváz, az még talán lehet, hogy hiteles is lesz, ahogy elnézem ott azt a részt. Sőt, ez meg már lehet, hogy overkill-es lesz. Gyerekek? Na ennek kellett volna lenni a 2%-nak. Na mindegy, ez is kíváncsi, erre is kíváncsi leszek, hogy ez hogyan fogja majd mutatni egy mosást követően, mert hát most eléggé poros, semmit sem lehet belőle látni, úgyhogy ja. Na jó, addig is, akkor várlak vissza titeket, és sziasztok!